Pistike, mi már szaporodik a tyúk? Kakasok! Csongrád Imre vagyok, a Műzsi Nyugdíjas Klub elnöke. 7 éve vezetem ezt a klubot. Előtte az elődem az 20 évet volt a klubnak a vezetője. A klubunk 1977. január 10-én alakult meg hivatalosan, amit ez az okmány igazol. Tehát kétséget kizártam. Mint említettem, ez az egész úgy alakult, hogy kártyapartin vettek részt az emberek, és akkor hát az egyik emberkének megjött a kis ötlete, hogy alakítsanak klubot. És ez a klubnak hát egy nem várt sikert hozott, amikor elkezdték szervezni, és mindjárt az első rendezvényen már 70 embernél több jelentkezett. És hát utána ez a létszám, ez tovább bővült. Az első klubvezetője Forrai Józsi bácsi volt, akkor az elnök helyettes volt a Bányai Illinek az apukája, Bányai János. Utána a Kvanduk András vette át az irányítást, ő fiatalon vette át, úgyhogy ő még nem volt nyugdíjas korú, és ő 20 éven keresztül volt a klub. Azt meg kell hagyni a nevéhez, azért az fűződik, hogy ez a magas létszám, hogy 130 fölé is emelkedett a tulajdonság, tehát nem kis része volt benne, hogy ez így összejött. 17-ben, ha már úgy veszek, 17-ben vettem át a klub irányítását, amit a mai napig tartom. Hát ez idő alatt is azért a klub, nem mondom, hogy túlságosan erősödött, de sokat visszaforgattunk a klub javára az anyagiakból. Vannak tartalékaink, de hát mivel pályázni nem tudunk, mivel önszerveződésből jött össze ez a klub, tehát pályázati pénzzel mi nem számíthatunk. Hát 17 után ott még 120-ennyi embert volt, 126 vagy 125 létszámmal voltunk. 19-ben, amikor bejött a pandémia, és akkor visszaesett a létszámunk, hát jelentősen visszaesett. Na most hozzá kell tennem, hogy abban a két évben, a 19-20-ban, ott a tagságunk között is sajnos sok idős is volt, tehát sok volt az elhalálozás, 10 fő fölött volt. És megálltunk valahol a létszámmal 81-2 főnél, és hát utána volt egy ilyen kivárási időszak. Mert ugye milyen az ember, fél társaságba, közösségbe menni, mert ugye az volt a médiában is, hogy ne menjünk közösségbe, ne menjünk ide, ne menjünk oda. Na most ez, amikor lezárult ez a korszak, még utána is ilyen fenntartással voltak azért az emberek. Azért mindig sikerült, tehát a 19-ben is, 20-ban is, 21-ben is sikerült a farsangi bálunkat megcsinálni. Valahogy akkor mindig volt egy ilyen kis, engedünk egy kicsit ezen. És akkor megcsinálni, és akkor utána megint csönd volt. Minden nyáron, hát júniusi hónapban szoktunk csinálni egy ilyen szabadtérit a Kultúrház udvarán, ahol ilyen sátrasban, ott helyszínen főzve, akkor egy kis kulturális műsort szoktunk ott felvinni a színpaddal. Akkor adtam egy olyan címet az egésznek, hogy legyünk mi is egy kicsi gyerekek. Versenyeztem az életemben, és volt, amikor díjaztak, meg stb. Különböző érmeket akasztottak a nyakamba, hogy akkor úgy elfogott egy öröm. Na most öröm ez most is. De azt kell mondjam, hogy ennek az örömnek egy közösség van mögött, tehát nem egy ember kapja ezt a díjat. Ezt a nyugdíjas klub kapja. És én azt, hogy hát ezt mi kapjuk, én nekem ezt nyilván, hogy tovább kell nekik adni, hogy valahogy érezzék azt is, hogy ők kapták.